Hello, sziasztok! Kristóf vagyok, és a mai videóban meg szeretném elsőnek köszönni a 6000 feliratkozás, ugye hát tegnap előtt, ha jól tudom, akkor meglett, amit nagyon szépen meg szeretnék köszönni, irány 7000, illetve a 10000 az a nagyobbik cél, a 7000 a kisebbik, és ezt úgy szeretném nektek megköszönni, hogy csak egy pack opening videót, amiben már mondtam, hogy most nagyobb lesz a tét, tehát 5650 FIFA pointot tudunk elnyitni, nem tudom milyen csomók vannak, de azt viszont láttam, hogy iszonyat jó teamövékek, akiket én le is szeretnék csekkolni, reméljük itt meg tudjuk tenni. Így van, van ilyen Record Baker, Cseh, Fonte, ez a kártya iszonyat OP, ez a long kártya, 86-os futás, 86-os fizikum, De Bruyne is itt van, 89-esbe, illetve Diego Costa is, meg tényleg jó játékosok vannak, úgyhogy reméljük fog dobni ebből valamit, nekünk most már végre. Na, kezdjük is el, nem tudom milyen csomag vannak, lehet, hogy van karácsony talán, promo packs. Ó, ez jónak tűnik, 700 FIFA point egy ilyen. Kezdjük ezeket, én elnyithatjuk szerintem nyugodtan. 5, az 3500 FIFA pointra mennék, ha mindenkit elnyitjuk. Meglátjuk, mit tudunk tenni. Na srácok, első csomag. Nagyon rég nyitottunk teamöző week-et, illetve semmit nem nyitottunk a közel múltba. És ez is csak egy zenites játékos lesz, aki Smolinkovnak hívnak. Igazából senki használható nincs ebbe a packbe. Pellegrini talán. Ezek olyan dolgok, amiket most nem érnek semmit, hogy diszkárdolunk itt mindenkit. Na hát srácok, itt ezt FIFA point el is ment egy ilyen csomagra, és ugye ebbe se lesz semmi jó játékos, amit hát kétlenék már. LB Zenit. Megint a Zenit játékosokat nyitjuk el, gyerekek. Mi történik? Ennyire szeret minket a Zenit. Én nem szeretem a Zenitet. És akkor diszkárdoljuk is el. Utolsó esély ezeknek a csomagoknak. Én akkor ezt most itt orral kinyitom. Na, csak megtalálom, mit akarok, szenvedek. Gyerünk srácok, gyerünk, 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 nagyon gyorsan fogy a FIFA point, hogy ilyen szarokat nyitunk. Főleg, hogy nem kapunk semmit, CB, Piqué, azt hittem már legalább Ramos kapunk, de ez így nem olyan rossz. Illetve itt van Mkhitaryan, illetve Ter Stegen is, akkor Piqué-t fel is tesszük. Igen, ez egy rare kártya, ami értékes. Mennyit ér Piqué? 4800-ért, 5000-ért el tudjuk adni. Moutinho talán, milyen jó statisztikai lettek neki is. Ő kicsit lassabb volt szerintem, mint így most, tehát akkor eladjuk ezeket, illetve a testégen is, és Herman is jó lett, de azért Bellerab is rossz, elég sok jó és gyors szélső megtalálta a Bundesliga-ba, szerencsére. És talán még Rowe-t is föl tudjuk tenni. Na srácok, visszatérünk a gyökerekhez, a 7500-as pekkel kezén, azokat szeretem, menjünk is tovább. Messi van itt, és ezekből tudunk jó sokat nyitni, szerencsére. Nem nyomjuk el, és nem inform, akkor diszkárdoljuk is. És egy lone player pack, ami nem lehet rossz. Tehát az a jó, tehát azt vettem észre, hogy itt meg bedob egy ilyen rare játékost, tehát hogy rare villan föl, vagy non, vagy rare, igen, akkor jó szokott lenni, ez viszont egy Moyan 81-es, elég kapus csomag lett, de hát sajnos most ez van, 3400 FIFA point körül vagyunk, menjünk, azért itt ezekből többet tudunk nyitni, szerintem ebből nagyobb eséllyel jönne egy jó játékos, és már is nem, discard 2000, point tudunk belőle szedni. Itt is vagyunk már is, és lassan be fogunk menni 3000 alá. Messzi van ott, messzi van, messzi van, messzi van, messzi van. Megint nem dob be ritkát, nem is nézzük innentől kezdve. Gyerünk, gyerünk srácok. 2950, Alaba, hát bedob egy Alabát, ez jó lenne, hogy sokat ér. És megint nem akar ritkát tenni, csak egy Silvert, amivel nem érünk semmit. Amúgy azt még gyorsan megjegyzem, hogy nagyon gyorsan meg lesz szerencsére így a 6000, az 5000-hez képest, úgyhogy nagyon köszönöm srácok. Amikor azt láthattátok is, hogy most nagyon sok videót csináltunk. Így az utóbbi időkben, de hát szerencsére most van időm, úgyhogy tudom őket csinálni. Megint egy pack, és Buffon, na, végre, ez egy jó játékos. Illetve itt van Perez is, aki meg egy ilyen all-round player, tehát mindenhol tud játszani körülbelül. 75-ös, és őt is egy ilyen 1000-esére el tudjuk adni, duplája, mint a discard price, úgyhogy föltesszük. Több meg nem érdekel. Gyorsan nyissunk egy ilyen 15000-es csomagot, hát ez nekünk jó lesz. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ott felvillan egy ritka CB és Fiorentina vagy Astori. Schulz talán ér valamit. Mondjuk a 40-es lövésével, nem tudom milyen szélső lehet, inkább hát inkább a statisztika alapján egy central back vagy valami ilyesminek lenne jó. Még egyet nyissunk, aztán hát ha hogy be fog dobni valamit. Gyerünk, 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 talán most ebben jó lesz. Ritka játékosnak assad föl. Ilyen félkezes. A gyerekek, most ebben lesz valami, az biztos, ebben lesz valami. Ronaldo fölvillan, nem? CM, Pirlo, 84-es megint. És hát jó, hát jó passzol, mindent, csak hát értitek.
öregülj már ehhez. Na jó, térjünk vissza a 7500-asokhoz, onnan is kaptunk 84-es játékos, legalább többet is ért, mint innen. Úgyhogy akkor kezdjünk. Durván 1600 FIFA pointnál vagyunk, és talán ebben mi lesz? CB, átaszítem már Hummels, úgyhogy örültem volna, de nem örülünk, mert csak egy 80-as München Gladbach-os védő, aki sajnos nem ér olyan sokat. Na mi lesz ebbe? Ki van a pekkel? Én nem ismerem. Griezmann volt, de hülye vagyok, és meg egy norvég játékos. Hát eddig elég sikertelenek vagyunk, de ne felejtsük el, végül jött a James Rodriguez a korábbi pack openingekbe is, és ez ki lesz? Igen, egy 80-as nagyon széria dobál nekünk meg ilyen olasz játékosokat. Azt sem közeledünk a pack opening vége felé, mivel 1000 FIFA point alá fogunk bemenni. Ebbe talán, és semmi megint, ja, legalább 35 000 point összettünk. Na, és akkor 1000-nél vagyunk kereken. Még egy Griezmann itt a pack elején, és megint nem akar beadni rare játékost. Nem születünk itt a játék. Egy Hunter? Nem, ez egy Hawk, akkor az felejthető. Gyerünk, könnyi. Könnyi, meg egy Griezmann, ennyi Griezmann van a pack elején. Nem hozták őt szerencsét, de talán most, és nem is ritka, csak egy Cézár szlovén játékos 46-os tempóval. És semmi extrát nem mutat nekünk itten. 700 FIFA pointnál vagyunk, és azt már elnyitjuk ilyenekből. Reménykedjünk, hogy a végén talán jönne valami, egy Messi itt van, egy Ronaldo és egy Makedón Pandev, illetve egy Bistrov. Pandev az jó játékos volt. 550 FIFA point, srácok, nagyon fogy, tényleg ezt már mondtam, de sajnos nem tudunk ezzel mit tenni. Harry Kane, adj be nekünk valamit. Mandzukic nem, hanem Cardozo. Miért mondtam volna Mandzukic? 400 FIFA point, srácok, és akkor most szurkoljunk. Utolsó pekekhez közeledünk, és talán itt egy játékos el fel tudom villanni, aki egy francia, hát nem, azt hittem már Ribéry. Szurkoljatok, hogy ebbe talán felvillanjon valami, oda se nézek, csak jöjjön valami, légy szíves, megérdemelünk ennyi FIFA point után, és nyitom a szemem, és nincs ott semmi. De viszont van ott nekünk egy MyPax-ünk, amiben egy lompért tudunk kölcsön kapni, ugye, kölcsönjátékos tudunk kapni, és ezt elstégen, úgyhogy diszkárdoljuk, mert nem ér semmit. 45 000 coinunk még maradt, amivel még el tudunk nyitni egy ilyet. Még elég sokat, nem tudom el sem el. Hát, meg kéne kicsit hagyni a coint. És török Turán 83-as. Hát legalább bedob egy 83-as játékost, akit én föltennék azért a transfer marketre, hát ha valaki megveszi. És ezt diszkárdoljuk, és akkor még egy ilyen packet elnyitunk. Amit izéből. Coinból. Megint egy Griezmann van a pekkelén, aki nem hozott nekünk szerencsét, és most se fog, Wellington van itt. Illetve rengeteg játékos, úgy legalább 3000-ért tudjuk diszkárdolni a csomagot. De viszont még FIFA pointból tudunk nyitni egy ilyen csomagot, amiben egy arany van. Nem maradjon ezen FIFA point, ezen a fiókon. Nézzük, gyerekek, hát itt egy Alaba, na, itt egy szerencsés pekkel bedobna, és itt sincs ritka gold. Hát eléggé beégtünk, mert tényleg elnyitottunk dupla annyi FIFA pointot, mint szoktunk, és nem jött annyi játékos, mint amit megszokhattunk egy ilyen pack openingből, mert kb. Semmit sem nyitottunk. Nézzük is vissza, hogy kit tettem én fel a transfer marketre. Piqué azért ő jó volt, hello. Moutinho, Ter Stegen, Hermann, Rojo, Buffon, Perez és Turán. Ennyi volt a mai bevételünk, hát nem hiszem, hogy őket így összesen 10000-ért tudnánk őket adni. Hát de 10000-et fogunk kapni értük, mert Piqué már 4800-on van, 10-10, tehát egy 20-5 talán. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen már a figyelmet, még egyszer köszönöm szépen a 6000 feliratkozást, iratkozzatok fel a csatornára, ami nem lennétek, és boldog új évet kívánok nektek, sziasztok!